Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható május hónapban a mérleg jegyében születetteknél? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál, de először kitérnék az asztrológia területére az indiai számítás szerint. Ha tudni szeretnéd azt, hogy melyik jegyben születtél a védikus asztrológia szerint, itt a felvétel alatt található egy tabella, ahol utána nézhetsz. Kétu a lefelé mozgó kármikus csomó a mérleg jegyében mozog, itt marad több mint másfél évig. Itt kármikus témákról van szó. Kétu utal az érzelmekre, utal a múltra, mindarra, amit átéltél a korábbi életedben. Merkur bolygó májusban a bika jegyében mozog, itt vannak nehézségek, félreértések, ami a kommunikációt illeti, tehát meg kellene várni azt, amíg Merkur áttér az ikrek jegyébe, akkor javul a helyzet, lehet egy előnyös szerződés is. Neptun bolygó, Jupiter bolygó és Vénusz bolygó a halak jegyében van. Neptun bolygó jelenti az álmokat, az intuíciót, az inspirációt, Jupiter bolygó szerencsét hoz, lehetőségeket, utalhat egy bírósági ügyre is, és Vénusz bolygónál a nőiességről van szó, egy kreatív tevékenységről, vagy a szerelemről, de ha te a mérleg jegyében születtél, akkor ne várj arra, amíg valaki közöl veled valamit, vagy megvannak a lehetőségek, van egy ajánlat, vagy javulás a párkapcsolatot illetően, hanem légy nyitott erre, légy aktív, keresd a kapcsolatokat, hiszen ez előnyös lehet akkor számodra. Mars bolygó és Szaturnusz bolygó a vízöntő jegyében van, és a vízöntő jegye az szintén a levegő eleméhez tartozik, ugyanúgy, mint a mérleg jegye. Itt megvan a harmónia, az összhang, Mars bolygó adja az életerőt, vagy utalhat egy férfire, Szaturnusz bolygó őrzi a kármikus témákat, és mivel Kétu a lefele mozgó kármikus csomó, ami a múltra utal, a mérleg jegyében van, itt vannak kármikus témák is, és Szaturnusz bolygó a vízöntő jegyéből segít neked abban, hogy itt kialakuljon valami, kiépíts valamit. Amennyiben szeretnéd ezt a havi jóslást megrendelni, akkor ez személyes, rád vonatkozik, természetesen ezt megteheted e-mailen keresztül, a díjam 3500 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit közölnek a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. A fejed fölött nincs kártya. Az jelenteni a te gondolataidat. Az utalhat arra, hogy nem engeded azt meg, hogy mások olvassanak a gondolataidban. De azt is jelentheti, hogyha te tervezel valamit, akkor nem mondd azt el másoknak, hiszen akkor ez előnyös lehet számodra, és akkor itt van melletted ez a szerencse. A könyv jelenti akkor a te zárkózottságodat, a te titkaidat, ezt őrizd meg magadnak. Persze a könyv jelentheti a te tudásodat, vagy egy továbbképzést is. Itt előre mennek a dolgok, itt lehet egy szerződés,
ami előnyös számodra, hiszen szerencsét hoz. Hamarosan lesz itt egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék, vagy egy meghívás. Ez kihat az érzelmeidre, kihat a szerelemre is. Ez a férfi itt látható a képen. Ha te egy férfi vagy, akkor téged szimbolizál, ha egy hölgy vagy, akkor ez a férfi a lelki társad, és te megjelensz itt az ő gondolataiban, tehát gondol rád. Itt köztetek megjelenik ez a kereszt, ami összefűz benneteket, ez jelenti a hitet, a bizalmat, de azt is, hogy a sors utatok kereszteződött. Itt van egy ilyen karmikus kapcsolat kettőtök között. Azt is jelentheti, hogy elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, melyik irányba. Te tervezel valamit, de ne beszélj erről. És számára valami még átláthatatlan, hiszen itt megjelenik a felhő. Tehát nem tudja azt, hogy te mit tervezel, te titokzatos vagy számára. De hamarosan kopog az ajtódon, és jön egy virág csokorral, meglep téged, megajándékoz téged. Itt szerelemről van szó. Ez a férfi hűséges, és a gyermek utalhat az ő ártatlanságára. Persze jelentheti a gyermekeket is, vagy szimbolizál egy új kezdetet. Az is lehet, hogy ő nem beszél még nyíltan szerelemről, hanem barátságként mutatja ki az érzelmeit. Amit ez a kép még jelent, hogy itt lesznek sorsdöntő változások, és ez a felhő jelentheti az időt is, mégpedig fél évet, a múltat is, a jövőt is. Ami a múltat illeti, gondold át, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, mert itt voltak annak idején hamisságok, vagy rossz döntések, jelentik itt az utak, de ez az időszak lezárul, hiszen a koporsó lezárja ezeket a témákat, és az egerek segítenek abban, hiszen a kártyavetésnél szoktuk mondani, hogy ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és az nincs már akkor ott. Tehát eltávolítanak bizonyos eseményeket vagy személyeket. Itt ez a koporsó jelentett régi témákat, amit az egerek lezárnak, vagy azt is, hogy a múltban, úgy fél évvel ezelőtt minden olyan csendes volt, nem történt semmi, de ez most elmúlik, hiszen itt előre mennek, pörögnek majd az események. A háttérben van ez a ravasz róka. Ez lehet egy hamis személy, például ez a kígyó, ez lehet egy nő az ő múltjából. Vagy lehet valaki a családból, aki hamis, becsapja őt, vagy hazudozik neki, de ez a kapcsolat elmúlik. Egyrészt, mert ő már hátat fordít ennek, másrészt az egerek eltávolítják ezt a nőt, az egerek eltávolítják ezt a hamisságot is. A felhő jelentheti a jövőt is, hogy fél éven belül szeretné ő a terveit megvalósítani, különösen ami téged illet, ami a szerelmet illeti, és itt lesz egy új kezdet. A kulcs jelenti azt, hogy légy magabiztos, ami a szerelmet illeti, vagy jelentheti az ő fellépését is. Itt lezárulnak bizonyos dolgok a múltból, és kinyílik egy új ajtó, ezek a lehetőségek, egy új kezdet, ami a párkapcsolatotokat illeti.
Itt az utak jelentik a döntéseket. Mivel itt megjelenik a ravasz róka, ez a kártya óvhat is, hiszen mutathatja azt, hogy légy óvatos, mert május végén lehet, hogy hamis, rossz döntéseket fogsz hozni. És itt az egerek eltávolítanak valamit, tehát elveszítesz valamit, és az lehet a munka, lehet az anyagiak is. De az utak azt is jelenthetik, hogy valaki volt az utatokban, voltak itt problémák, nézeteltérések, hamisságok, de ez elmúlik, ez a kapcsolat, hiszen az egerek ezt eltávolítják. Nem csak ez a hamisság jelenik meg különösen, ami őt illet, tehát ezt a férfit, hanem itt a múltban voltak olyan dolgok, ami megbántotta őt, és emiatt fogva érezte magát. Az is lehet, hogy kettőtök között voltak nézeteltérések. De nem csak a párkapcsolatra utalhatnak a kártyák, hanem ami az anyagiakat illeti, és a munkát illeti, hiszen a horgony az szimbolizálja a munkahelyet, és itt voltak problémák, nehézségek, korlátozások, és ez az ostor azt jelenti, itt fájt valami. Ez a torony lehet egy hivatalos dolog is, vagy egy bírósági ügy. Itt megjelennek a halak, azok jelentik az anyagiakat, itt volt a múltban veszteség. De május végére javul a helyzet, hiszen a fa és a horgony az jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudtok horgonyozni, le tudtok gyökerezni. A fa jelenti a rendet, itt rendeződik valami az anyagiakat illetően. De ez kihat a munkára, a hivatásra is. Itt lesznek változások, ezt jelentik a gólyák. Nem csak ami a munkát illeti, vagy ezeket a hivatalos dolgokat illeti, hanem ami az otthont, a környezetet, tehát a szomszédokat, vagy a rokonokat is illeti. A ház és a gólyák jelenthetnek egy költözködést is. Itt látható ez a gyűrű, az jelenti a szerződéseket, vagy a kapcsolatokat. Itt a park, az jelentheti a környezetet, hogy ez a ház egy szép környezetben van, itt van a természet, de ez a park jelentheti a nyilvánosságokat, az elismerést is. Itt változások lesznek. Hamarosan lesz egy fontos beszélgetés, itt kiderül az igazság, és ez a hajó jelenti a reményeket. Azon kívül utalhat külföldi kapcsolatokra, utazásokra. A kígyó jelenti a megújulásokat, a változásokat, de lehet egy mellékút is, vagy egy nő. Itt ez a külföldi kapcsolat előnyös, de ami őt illeti, ez a másik nő a múltból hamis volt, megbántotta őt, de ez a hamisság, ez a kapcsolat elmúlik, hiszen az egerek eltávolítják ezt a kígyót. Ami kellemes, ez az otthonod, a környezeted, itt lesznek változások. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét május hónapban itt látható. Te tanulsz valamit, légy titokzatos. Itt előre mennek az események, de ne beszélj arról, amit elérni szeretnél. Itt lesz egy jó hír. Itt vannak még nehézségek a háttérben, de te eltekintesz ettől. Hamarosan lesznek itt változások a környezetedben, jobb kapcsolatok, és megkapod az elismerést. Második hét, május hónapban itt látható. Ő gondol rád, van köztetek egy ilyen kármikus kapcsolat mély érzelmekkel. Hamarosan lesz egy kellemes meglepetés.
Ez a virágcsokor jelenti a te nőiességedet, a te szépségedet, és ő így lát téged, így gondol rád. Fontos beszélgetések lesznek, külföldi kapcsolatok. A beszélgetések és külföld lehet egy idegen nyelv tanulása is. Itt hamarosan változnak a dolgok, ami előnyös lesz számodra, hiszen ez a sarló elvágja ezt a tornyot, ami utalhat hivatalos dolgokra vagy korlátozásokra. Azon kívül itt vannak fájdalmas dolgok, ezt is elvágja ez a sarló, és így változik valami itt a környezetedben. Harmadik hét, május hónapban itt látható, ez a férfi még mindig gondol rád, itt kopogtat már az ajtódon, itt szerelemről van szó. Számára valami még átláthatatlan, de tervezi a jövőt veled együtt, amit fél éven belül szeretne megvalósítani. Az, ami mindig olyan csendes, mozdulatlan volt, ami téged illet, vagy őt illet, az elmúlik, hiszen az egerek ezt eltávolítják, és akkor itt megjelenik a szerencse. A medve jelenti az erőt, mivel az egerek hatnak a medvére is, így vannak olyan pillanatok, amikor olyan fáradtnak, erőtlennek érzed magad, és még mindig vannak itt korlátozások, fájdalmas emlékek, de ez hamarosan lezárul. Utolsó hét, május hónapban itt látható. Lesz egy új kezdet. Ő ebbe az irányba tekint. Szeretne veled tisztázni valamit. Közeledik hozzád úgy barátilag, de megvan köztetek a szerelem. És ez a virág jelenti a tisztaságot, az ártatlanságot, vagy azt, hogy ő szeretne tisztázni veled valamit, hogy ez a felhő elmúljon. Ez a kártya jelenti az intim kapcsolatot is. A múltban ő rossz döntéseket hozott, amit ő megbánt, és rendezni akarja veled a dolgokat. Itt a halaknál nem csak anyagiakról van szó, amit szintén rendezni szeretne, hanem a belső értékekről is, hogy te értékes vagy számára, és ő úgy érzi nálad, le tud gyökerezni, le tud horgonyozni. Ami még fontos lesz május végén, ez a munka, a hivatás, hivatalos ügyek és az anyagi dolgok. Azon kívül itt ez a fa utal egészségügyi témákra is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!